Üdvözlünk a Parallaxis Retroverzumban! Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD média bemutatja. Talantos utca 8. Az MD Média szomszédok podcastje. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Talantos utca 8 című műsorunk harmadik adása, itt a Parallax és Retroverzumban, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Állandó partnereimet is köszöntöm, sok szeretettel, elsőként Gizur Gergő. szia Gergő! Szia, szia mindenkinek! És Melon Attilát, szia Melon! Szia Ádám, szia Gergő, és sziasztok, kedves hallgatók! Na, mi történt a mai epizódban a Lantos utca 8 szám alatt? Nem csak ott, hanem mindenhol is. Ez egy nagyon komplex... Ez már, ez már egy komplex történet, hiszen a világ, világhíradóval kezdünk, igaz Attila? Így van. Hát ugye az első két részben egy kicsit azzal szenvedtünk, hogy nem történt meg még az igazi áttörés, a sztori felvezetés nem volt meg, hanem megkaptuk az embereket. Itt viszont egyből belekóstolhatunk a korabeli világpolitikába is. Hiszen, ugye, mindjárt azzal indul a rész, hogy a doktor úr megérkezik a repülőtérre. Az a jelenet, ami ott játszódik az autóba, az egy scripted reality jelenet. Nem volt megírva a szövege az Ádámnak, hanem, hanem csak magától mondta, és annyira csodálatos volt, annyival jobb volt, mint amit egyébként írnak az írók. Sokkal természetesebb volt, szerintem nekem nagyon tetszett. De az a tévé ott azért, az a hordozható kis színes tévé azért az, 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 nagyon adta 87-ben. Na de várjatok, kicsit azért ravassuk be a hallgatókat is, hogy mi történt. Tehát ugye Ádám megérkezik, Moszkvából, így van, Moszkvából, a Moszkvai Orvos Kongresszusról itt egyébként már van egy kis Biblia a történetben, hiszen föllapoztam, kérlek szépen, a Somogyi Néplap 1987. júniusi <laughs> számát, és a következők derülnek ki belőle. Eleve már nagyon jó ennek a konferenciának a neve. Tehát Moszkvában szombaton délelőtt plenáris üléssel folytatta munkáját a Nemzetközi Orvosmozgalom a nukleális háború megelőzéséért hetedik kongresszusát. Tehát, hogy Eleve ilyen néven futott az egész. De már, ugye... bocsáss meg, mert amúgy jó munkát végeztek, hiszen azóta sem volt nukleáris háború. Ádám egész pontosan, nem te Ádám, hanem Vágen Ádám egész pontosan úgy mondta, csak hogy legyünk pontosak, vagy a Somogyi Hírlapot most felolvastad. Ugye az ő nem megírt szövegében. Népla. Népla. Igen, bocsánat. Ő azt mondta, hogy a Nemzetközi Orvos Szövetség az atomháború ellen. Ez volt egész pontosan ez a, ez a kis kongresszus. Hát lehet, hogy oroszból fordította. <laughs> <laughs> más, másként fordította Mágem Mádám, és másképp a Somonyi Néplap szerkesztő. Viszont az látszott, hogy kivitték Kulka Jánost egy operatőrrel minimum ott, és forgattak, mert volt egy vágókép, kép, amin, amin, látszott, hogy az ott van, és nem más. Hát Júcsi még el is kiabálta magát, hogy a nagyfehér. Igen, viszont ugye azt is megtudjuk ebből a kis cikkből, amit sikerült feltúrnom, hogy hát Hollán Zsuzsanna akadémikus, a mozgalom alelnöke és Hutás Imre egészségügyi minisztériumi államtitkár vettek ezen részt. Magenheim Ádámról sajnos ez a cikk nem ír. Inkognitóban volt, vagy ahogy a macskafogó volt, teljes titokban. Egyébként van még egy érdekessége a dolognak, hogy ebben a néplapban, éppen mellette van. A következő eseményről is ugye egy kiváló hír, bár nem egészen abban a formában, ahogy azt Magenheim dokit tálalja. Ez, Gergő, ezt most én átadom neked, jó, hogy mi is történt, miről beszélnek még ott a kocsiban, mert hogy ez annak a következménye lesz majd, amit én még itt kitúrtam. Hát ő csak azt mesélte el, hogy ők éppen a vörös téren ott a Kreml mellett szaladt, sétáltak este, amikor is egyszer csak egy bazi nagy repülőgép szinte elhúzott majd, hogy nem a fejük fölött annyira alacsonyan, és hát mindenki azonnal megijedt, illetve kétség volt es, hogy úristen, mi történik. a bazin repülőgép azért igazából egy Cessna volt. És hogy, mint kiderült, ugye elvileg egy Matthias Rusz nevű úriember egy elég merész repülőgép mutatványt hajtott ott végre, és hát Ádám rendkívül büszke volt arra, hogy ezt ő élőben láthatta. Na de hogy volt ez a valóságban? Na, szóval egyébként ennek a Rusznak volt egy ilyen ö, jó dumája, először ő a KGB-nek az udvarára akart leszállni. Aztán eszébe jutott, hogy hát az nem jó, mert ott ugye nem látják, aztán lehet, hogy egyszer csak eltűnik a KGB udvarán, és soha többet nem látja senki, és ekkor döntött úgy, hogy hát akkor ő a térre szállna le. Egyébként egy 17 éves srácról van szó. Aztán a végén ugye amellett döntött, hogy hát akkor a térre próbál leszállni, és ez nagyon tetszett, a, azt hiszem a friderikusnak nyilatkozott utána talán Később. szóval akkor meg voltam győződve, hogy nagy dolgot csak akkor lehet elérni, ha kockázatot vállal az ember. Hát az azért gyerekek egy pár szól lelőhették volna út közben. Be is varták egyébként hát. utána, elvileg. Persze, de hát az mondjuk nagyon tetszett a korabeli uh, kommentárokban, hogy a rendőrség csak egy óra múlva érkezett a helyszínen. Gyerekek, a Vöröstérre lesz egy és egy óra múlva érkezik ki a rendőrség. Hát fél, most akkor őszítette, akkor most képzeld el a 87-es, még félig ilyen szobat, elhiszed, hogy ez bárki, de ott ültek és á, hülye a Vladimir, nem, dehogy is, nem, ilyen nem volt. <laughs> ja, egyébként igen, tehát a srácot négy év munkatáborra ítélték akkor, de aztán valamilyen úton módon sikerült neki kegyelmet kapni, úgyhogy Isten igazából egy szűk évet volt bevarva. Hát meg ugye a Szovjetunió az azért ott már elég repedezett. Hát ott már igen. Az utolsó években. De szerintetek mi volt ennek az oka, hogy ezt a jelenetet láttuk egyáltalán? Dramaturgiailag nem kapcsolódik semmihez. Engem teljesen meglepett, mert hogy én amikor mutatták, hogy jön haza valami kongresszus, én először megvoltam voltam róla győződve, ami nyugat... Ö, nyugati országból érkezik. Aztán, amikor elkezdtem mesélni, egy vörös tér, meg mit tudom, akkor, már ugye, akkor már, egy akkor már egyértelmű volt, hogy az akkor mozgba. De É, teljesen, tehát teljesen eltűnt igazából a, utána ez a sztori. Nem is nagyon volt beszélve róla, nem tudom, hogy ez a később felemlített Nobel-díj, amiről majd beszélünk, hogy ennek, tehát, hogy ez, erre akarták felfűzni. Szerintem ez a repülős sztori, ez a rész, ez, bocsánat, ez azért kerülhetett bele, mert ez akkor mindenhol címlap sztori volt. Úgy érzett, hiba lett volna, kihagyják, nem hiteles a szomszédok Aha. TV, hogyha ez é. nincs benne. Igen, hát erről beszélgettünk is, hogy van mindig egy ilyen kis funkciója is, ugye a szomszédoknak, és ez tényleg mindenhol címlap volt. Igen, de a magyar emberek életét annyira nem érintette ez a dolog szerintem, de mindegy, én, én ezt érzekesnek találtam, hogy egyáltalán benne volt. Nekem abszolút fura volt, mert már csak az is, hogyha a második rész, ahogy véget ért, már alapból teljesen idegen volt a helyzet, hogy Ádám hol a fenében volt, meg mit, mit keresett ő ott egyáltalán. Tehát ez egy sztori. Jó, ennek még a végére ide dobnék egyet, aztán tudunk tovább lépni. Hogy ugye mondtam, hogy kikukáztam még itt pont a mellette levő cikket. Nem fogom ezt most végigolvasni, de kettő mondatban az a legjobb, hogy a szovjet példa, ugye, hogy megsértették a szovjet légteret, hogy itt bizonyos katonai vezetőket azonnal leváltották ilyen mulasztás után, nem úgy, mint az Egyesült Államokban. Na, <laughs> de ott rend van, látod, paraszt? Így van. Úgyhogy egy ilyen cég díszelek még ott itt. Ott rend van, a szovjet Szovjetszkojevné rend van, nem jött a izé. A fejek hullanak. Na, azok hullanak. Ez biztos. Most, hogy mi is már ebben a rendben betagozódtunk, most már nekem a lelkem boldog, és örülök, hogy így van. Ezek után. Rögtön váltottunk is, úgyhogy mi boldogok voltunk a limuzinban, hogy ott nézhették ezt a spontán jelenetet, és hát lenkiék éppen egy kórusversenyről értek haza, amit egyébként nem takiék nyertek, mert mint kiderült, taki valami kórusban is. Ez a rádió kórus, gondolom valami dolgozók. Derülték be villámcsapásként jön ez a kórus. Igen, később is láthatjuk ő, ez neki a hobbija. Igen, ez egyfajta hobbi, és hát csak másodikak lettek amin szerint, Lenke néni szerint micsoda dolog, hiszen tök szépen énekeltek, de hát Taki bácsi ugye nem az a fajta, aki ezen kiakad, úgyhogy ő tökre örült, és aztán <laughs> megtudjuk azt is, hogy Takéknak már egy hónapja nincsen ágya, és a földön alszanak, hiszen most egy hónapja ott laknak. De hát nem az volt a dolog, hogy a sok bútor nem fér el az új lakásba? Az első részbe kidobálták ott a bútorokat? Hát akkor miért dobálták ki, miért nem hozták ide? És ha nem hoztak ide egy csomó bútort, mi a tökömet hoztak azzal a nagy ifakamionnal az első a, a részbe a ide? A kamrát. Az étkező asztalt. Befőttek lekvárok. A fontos dolog. Meg dolgokat. azt a két virágot, ami az... Igen. Hát ágy az lehet lesz, ágy az nem. Az nem jött, úgyhogy egy hónapja már dunyhán alszanak és hát megy egy kicsit a gondolkodás, hogy külön ágy vagy együtt ágy, mert hát mégis, és aztán végig az együtt ágy lesz majd a nyerő. És még ezt megvitatják, megérkezik Bőmúr, aki hát ösmerkedési estet szeretne szervezni az ott lakó gyermekeknek, akik még nem ösmerik egymást, és ezért minden egyes lakótól 20 forintot szeretne tarhálni, hogy hát jó legyen a buli. Ez óriási, tehát nekem ezek így visszajöttek gyerekkoromban, ezek az ismerkedési estes, meg ilyen táborban, ilyen első estés dolgok és egy az egybe elmondjuk, egy lepényevés zsákba futás tökéletesen leképzi a koszt. Igen, az, össze, az, össze, és az, összes, igen, és akkor jönnek ezek a rendkívül, ki mit tud talán, vagy valamilyen fit javasolnak a szemot a kék? vagy valamilyen tudással kapcsolatos versenyt. Hát még benne, bennük van ugye ez a kórus versenyes hév, gondolom. az <zlutat> Igen, és utána rögtön egy, egy, egy drámai helyzet következik, mert vágási éghoz váltunk, és jön a szokásos szomszédok dramatical music, amikor tudjuk, hogy itt bizony valaki vagy elesik, vagy megsérül, valami balhé lesz. Tü -tü 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 -tü. Nem, nem, ez én durvább volt, ez egy, egy nagyon drámai ö, zene szóló volt, és hát jutka, icaka, hajnali háromkor rosszul lesz. És Ferencünk pedig hát rendkívül aggódik érte, és amikor megtalálja, hogy hát Jutka éppen kicsit megszédült, akkor azonnal fogja a kis kabátját, pulcsját, hogy ő bizony átszalad a mágenhez, hogy akkor nézze meg az asszonyt, és hát őt nem érdekli, hogy hajnali három van, hiszen orvos az a dolga. Van. Tehát az, ügyelet az a szomszédban van, pont. <laughs> és szerencsére mágenhelyen, doki, nem, nem, egy mély alvó. <laughs> Plusz tiszteli a esküt. Igen, mert kap kapásból jön. Igen. Szerintem egy, egy orvos, egy, 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 orvos ma is így tesz. Egyébként megbeszéltük, tehát ugye a Magenheim Ádám valahol az ilyen mintaorvos képet hozza, ugye? Úgyhogy ezt, ezt itt abszolút beteljesíti. Ha bárki aggódott volna, egyébként Jutkának nincs komolyabb baja, és hát mi nyilván, nyilván ut utólag már tudjuk, de ott már azért nagyon gyanúsan úgy jönnek ki a szobából, hogy mind Jutka, mind pedig Ádám azért somolyog, hogy nincs komoly baj. <laughs> és ez szomorú végkimenetel lesz hosszú távon. No mindegy, tehát megtudtuk, hogy Jutkának nincs baja, és megint nagyfehér most már, hogy ez a harmadik rész, és ismételten pénzt akarnak neki adni. Ezúttal Ferenc szeretne némi borravalóval meghájálni az északi hajnali kiszállás, de hát Ádámunk ezt is elutasítja hogy ő biza, ezért pénzt nem fog elfogadni, mert ez neki rohadt kellemetlen. Ja, bár esetleg lehet, hogy benzinpénzt elfogadna, de hát ugye ezen a távon. <laughs> és ha bárki aggódna, hogy a Lantos utca 8 alatt csak mágenék is vágásiek vannak ébren, azt megnyugtathatom, hogy takiéknál is pörök hajnalban az élet, mert a maestro ekkor ő már ébren van és borot válkozik, mert ő készülődik melózni. Hiszen azt a melót, amiről beszéltünk, amikor megpróbálták beszervezni, azt ő már el is fogadta, és szépen el is megy dolgozni a Magyar Rádióhoz, ahol ő sofőrként dolgozik a közútinformnak, vagy valami ilyesmi. Hol is voltak ők? Hogy volt ez? Szerintem ő mindenféle ilyen rádiós műsorvezetőt vitt éppen hol volt dolga, tehát számomra ez derül ki. Itt éppen egy ilyen hajnali közlekedési műsorba igyekszik, hogy elvigye a az Erzsébet tudósítani az egyik kollégát, hogy ugyan már mi a fene történik ott. Na most komolyan a rádióban miért volt annyira fontos, hogy jó napot, itt állunk, jó reggelt az Erzsébet hídnál, és a forgalom igencsak csak. Azért Ádám, mert te akkor nem hallgattál rádiót, mert az, 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 az útinform, meg ezek azok tényleg ilyenek voltak, hogy a főbb csomótópontokról tényleg kaptál infót, hogy menjél le arra. És ne, nem tudtad ugye beütni a telefonodba. Így hogy van, akkor mi nem volt már sem meg torlulás. Google Maps, meg nem tudom mi. Nem tudom, hogy ez neked így újja, de akkor nem volt még. Hú, ezt az arcot, hogyha a hallgatók látták, amit most Ádám vágott erre. Ádám most saját unokájaként ül itt, és nem érti, hogy mi van. Na, értem én ezt, hogy hogy van, de ezt azért nem kell a rádióban mondani. Ott. ott elég ha az útinform, fővinform munkatársai összesítik az adatokat, és ezt egy néni, elkezdi beolvasni. De ez egy csomó így volt. Az, hogy van egy csom... De igen, de hogy azért nagyon sokat elmond a, a magyar állam ö, gazdaságtalan működéséről a kommunista években, a szocialista években, ami arról szólt, hogy igazából mindegy, hogy mennyibe kerül, mert úgy kb. mindenre van pénz, de közben semmire sincsen. Tehát teljesen felesleges pénzkidobás volt a magyar rádiótól minden reggel a reggeli krónikához, különböző csomó pontokra akár kiküldeni tudósítókat. Ez soférmel... úgy ment, hogy egy egy ember ment a sofőrrel keressük a város, és akkor mindenhonnan bejelent. Na én értem, de hogy ez egy ilyen plusz. Tehát eleve miért, miért nem, megy olyan ember, akinek van jogsia? Miért kell hozzá plusz sofőr? Ez a magyar televíziónál is nagy divat volt hosszú évekig, aztán most nagyon már az a, vagy, nagyon operatőrök, a, a sofőrök, meg a technikusok, vagy a riporter. Tehát ez egy olyan plusz ember, ami, ami egy teljesen felesleges Ö, ö, dolog. Ez amerikai filmekben elmegy, és ott a kasztan jó hosszan lehet sorolni az ilyen népeket, még a két is külön, de szerintem ez egy napi, egy reggeli műsor napi működéséhez egyáltalán de maguk, nem. Demagóg vagy Ádám, mert ők a gyors tájékoztatás. Akkor gyors egy tájékoztatás, hogyha ő kapásból bemondja. Kettő, Miért nem a sofőr? És ha menet közben van valami happening? Jó, és, a, és a kiküldöm az Erzsébet hídra, de közben a baksomó van a torlódás, akkor nem érek azzal semmit. Az mi, mi, mi a gyors? Ha én tudom a stúdióba, hogy a baksomó van torlódás... Na de honnan akkor, tudja? Hát onnan tudja, hogy, hogy a fővinform munkatársai ezeket az adatokat begyűjtik, nem a Magyar Rádió tudósítójára alapozzák azt, hogy... De várjál, most akkor, hogy még egy jobban szemben álljak Ádámmal. Tehát akkor igazából az kellett volna, hogy hogy erre a rádiós kocsire, még kék villogót is rakjanak, hogy gyorsan átérjen a bakcsomó boltra. Nem, szerintem teljesen fölös. kise kellett volna küldeni, és a sofőre egy ember. Jó, de ne, ne felejtsd el, hogy az az időszak azért arról is szólt, hogy, hogy mindenkinek legyen munkája. Meg, hogy mindenkinek legyen munkája, tök mindegy, hogy milyen munka, legyen munka. De most ne, nekem kell kimondani a végén azt, hogy Ádám munkahelyeket akar megszüntetni? <laughs> Bezzeg! Sőt, meg is szüntette. Hát igen, Taki bácsi munkahely, és még ráadásul visszahívják pénzére a izét a nyugger. Én nem sajnálom takibácsi bácsitól a munkát. Igazságot nem a Taki bácsinak, nem. takibácsi kellett, és és ha ő nem megy oda vezetni az Erzsébet, hisz az nem látjuk azt a sok menő, régi autót. Én vagyok a egyrészt de hogy lehet, hogy én vagyok a szocia szocialistus, a szomszédok antagonistája. Én erre akkor válaszolok, ha lement tizenvalahány adás, mert szerintem lesz volna, hogy ballába a kelsz, és lesz az a jobb lába. Ma ballábbal keltél, és ezért ma te még a, azoknak a szép trabantoknak, nagy zsigulitnak se tudsz örülni, Mi viszont... én viszont igen. Jó, tehát akkor égül is, akkor jó, kiküldünk még egy tudósítót, nem elég, hogy plusz plusz pénzt kell az adófizetők pénzéből fizetni, még a környezetet is e, terheljük ezzel, hogy plusz egy autó köröz teljesen feleslegesen a Egyébként városba. is azt ne felejtsd el, hogy azért ennek a résznek hogy itt azért volt egy ilyen elég komoly spin offja taki bácsinak, mert ugye az egy dolog, hogy ma hajnalba, hogy a borotválkozott minden, de követtük őt tovább utána, hiszen ő visszament a Magyar Rádióba, és ott gyakorlatilag mindenkivel is beszélgetett aktualitásokról, ugye például sebességkorlátozásokról, mindenféle ö, aktuális napi dolgokat bevittek a beszélgetésbe, amit Ádám átalud, de mindegy, mert már úgysem azok a szabályok érvényesek. Mondjuk az egy kicsit nagyon erőltetett volt. <laughs> Jó, az egy kicsit, kicsit nagyon erőltetett. kellett az ablakot, az ablak című műsort kellett egy kicsit promotálni, hogy ha már csütörtök este nézel a szomszédokra az ablakot is néha. Nekem ebből az egészből még plusz az lejött, hogy a Takibácsi spin hogy ott őt mindenki tényleg nagyon ismerte, nagyon szerette, nagyon becsülte, mindenki tényleg úgy beszélt vele, mint egy kincsel, és megjelent az a nő, aki az első részben Mágent ö, némi pénzmaggal szerette volna jutalmazni az öreg megmentésért emlékeztek, aki fölment hozzá, meg kinyomozta. Most már tudjuk, hogy milyen kapcsolatai voltak az öreg lánynak, hiszen a rádió mókuskodott valamit. Igen. Ő egy később amúgy állandó vagy visszatérő szereplő. Ő, zomb lesz. Ő, zomborini, ő, zomborini, egyébként, és hát ott azért van valami kis flirt szállt közte is, aki között. Nyilván Taki nem az a fajta, aki félrelép, de azért úgy mentálisan azért úgy... Úgy, úgy 250 meg... rész múlva ki is bontják ezt, hogy Miről volt szó. Most hogy egy tíz év múlva, akkor erről is beszélünk majd. Egy, egy, diszkré, egy diszkrét ud, udvarlás ment oda vissza de itt, itt alapvetően mindenkinek csak jó szava van hozzá, aztán picit meg is, meg is szivatják, Na persze nem szándékosan, mert a portás is mondja, hogy hát akikám kimennék a két betűsre, a portár be, egy picit létszíves. És hát persze, aki pont bejönne a vizes nevű koma, aki én nem tudom, hogy ő ott dolgozik-e, vagy csak viszi a portékát, de tojást vitt be, meg minden francskarikát egy ilyen... Nem, a ő ez a nagyon ment ez a... szoló, tehát... nagyon, nagyon, nagyon ment ez a benti, benti seftelés, és hát Taki ugye az erkölcs császára, a Demizon, amiben ugye hát nyilvánvalóan alkoholtartalmú folyadék van, nem engedte, hogy bevigye, és azt kirakatta vele a portán, Na de hát... Tam, 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 Attila, mondd el, mi történt itt, mert ez egy nagyon drámai helyzet. Meglátják távolról, kiszúrják, hogy Taki bácsi beviszi a demizsont magával, és mondja, hogy nem ismeri az új rendeletet, hogy itt már nem lehet alkoholt fogyasztani be. Ugye, és Taki bácsi bizony, ott áll a demizsonnal, tehát, hogy igazából ugye, egy tagadhatatlan helyzetben van. Viszont Taki bácsi nem köpi be, ugye ezt a marketzoló srácot, aki ide jár seftelni. Egyébként ez később kiderül, hogy hülyeség volt a részéről. De ezt még nem is tudjuk, hogy beköpte ez a durva, hogy úgy vágták el, hogy takit, ugye, taki ott gyakorlatilag megállt, hogy úristen, és nit, nem tudtuk. Aztán elfogyott a szalag. <laughs> Igen, elfogyott a szalag, mert hogy Esztergomba kellett menni hajókirándulni. Nem, ezt azért később megtudjuk, mert tehát ugye amikor majd Lenke beszélgetnek, akkor ugye a... Csak hogy itt azért izgalomba hagytak minket, hogy mi lesz vele az első bácsi nem árult el a seftest, úgyhogy... Mint egy népdal. Toki bácsi, nem árulj el a septest. Hát ez kicsit azért más behalása volt, mint a népdal, de szép volt azért. Sajár Taki bácsi, nem árulj el a septest. Bocsánat, hogy én nem, nekem nincs olyan gyöngy hangom, mint Tóth Gabinak. Ó, na most kapsz a pofádba. Hidegen fújnak a demizsonok. Na de, te a japán kristályról szeretnél beszélni. Hát nem kristály, valami csodalé, ugye? Valami ja, de japán kristály. Ez a neve, ez nekem nem jött át. Aha. Hát nekem vissza kell tekernem, hogy majd megnéztem, mi ez a szemgolyók úsznak abban a vízben. Igen, szóval de mondjátok két. el, hogy milyen vízben, mert a kedves hallgatók és én, akik nem láttuk ezt a részt, nem tudjuk. Ez minden, egy, tehát egy, csodatévő levet kap. Taki bácsi, ez a lényeg, ugye? Ez mindenki ezt a városban, ez is elhangzik. Ez a minden, mindenre is gyógymód. És a mindenre is gyógymód, igen. Tehát erre sikerül rátenni a kezét. Én azt hittem egyébként, hogy ez, ezzel úgy nagyon el fogunk menni tovább valamilyen mágikus gyógyulások irányába, de azért ennyire nem fűzték tovább a szálat. De kitől kapta az ő? Író. Hát a... elvileg a zomborinétől. A zomboriné, tök. így van. Ah. Mert a lenke kérte, hogy ez mindenre jó, és akkor a zomboriné az lehet, hogy ez ilyen nagyon profi, ez egy millió éves recept, és akkor Taki meg ugye megkapta? Lenkednéni nem való abba a panelben. De ezt egyébként túl nagy világí Azért próbáltam mindenképp idehozni, mert azért ebből egy jó poént kihoznak, majd még később takiek. Igen. Akkor mégiscsak menjünk most már almával, aki a Győr nevű hajón, hajókirendeláson van a néppel, és szépen megigazítja ott pont a dolgokat, hogy mindenki megkapja azt a bizonyos rendelt ételt, ott helyre rakta a dolgokat, és hát ki van ott, ha nem más, mint a jó öreg Deziré! Ami teljesen nyilvánvaló, hogy a, a főnök szerűség az, az minden egyes úton végigmegy a néppel, nem az irodában ül és számolja a Dellát, vagy szervezi a többi utat, nem? Ő azon az egyen van, ahol természetesen Alma is van, és, és Az, alkohol megint, az alkohol megint fontos szerepet kap, mert Deziré azért rögtön megtalálja Almát, és hát Alma kerekperec mondja, hogy ő bizt nem ízik alkoholt, mert Desiree meg volna hívni valamire, Tehát munka van, hát Alma nem iszik. És aztán fej, megjelenik Lászlónk. Na, és itt jön a drámai élem. Bizony. Hiszen... Kélek drámáztam, mert... mondd el, ha van valakit. mostában olyan... Az nem most vagy. jön. Az nem most jön. Laci először nyomoz. Így van, Laci. A motorról barkaszra ül. De várj, ő a barkaszon dolgozik, tehát ő most éppen úgy szervezi át ugye a munkáját, hogy neki véletlenül Esztergomba legyen dolga hogy Esztergomban meg tudja figyelni a Győr nevű hajót, melyen ott van a Alma, és deziré. Hú. Nagyon olcsó volt akkor még a benzin, ugye? Hát pláne, hogy vállalati autó. De meg hát a magyar rádió és az adófizetők fizetik, vagy valaki más, de semmiképpen nem ő, igen. Így van, és ő a partról, ismétlem a partról, menet közben, vezetés közben, a Barkaszból, nagyon jól kifigyeli, hogy Alma és Dezidé között a hajón, a Duna közepén mi folyik a magyar utakon. Mert ők ugye rögtön a korláthoz mennek, a felszíre szinte, hogy mind a jól a nevetgéljenek. És ezt ugye a mi Lászlónka, ami az ő szuper szemével 200 kilométerről, úgyhogy közben az utat kellene figyelni, egyébként majdnem a kék ifa le is tarolja, ő kiszúrja, hogy ott bizony valami románc van. Érezte a szagát. Román szagot érzek. Román szagot. De így már érthető, hogy Dezirét miért utálja később is. Hát már maga, igen, és aztán megtudjuk, hogy Takira magára, magára vállalta a piát, így hogy ő, ő kapja a letolást és Lenkenéni pedig készhez kapja a csodaszert, és jön egy drámai pillanat ismét, mert megtudjuk, hogy Lenkiék házát már ledózárolták. Ott azért kicsit együtt éreztem velük, mert az tényleg elég kínos lehetett, hogy még egy-két ilyen gyümölcsöt, valamit elhozott, még el, megmentett a kertből, de bizony az ő házukat már le is dózárolták, úgyhogy volt, nincs. Ez tényleg szomorú. Ezen sok-sok-nagyon sok ember átment abba az de, de ott egyébként tényleg váltott is egy kicsit az egész, hogy ott a, a, annyira, nem tudom, még, nem tudom, ahogy szokták mondani, átjött. Itt, itt el is ö, akarták, és a drámát sikerült is elkapni. Viszont ezt a drámai feszültséget oldják utána föl itt a kis varázsitallal, amikor a két kis öreg leül, és nem, nem tudják eldönteni, hogy az amúgy pocsék ízűnek, szagunak ígérkező valami mégis kígya meg. <laughs> hogy legalább kikostoljon bele először. Ezt itt egyébként tök jól oldatták a drámai helyzetet vele. Ki az az Eszti? Ezt jó, ott ül mögötted, és mindjárt nyakon vág, még egy ilyen nagy baromságot mond, az direkt ezért kértük, mert mi is pazarló munkáltatók vagyunk. Ezért most Magenheim zenét hallgat a rádión, amit egyébként jó lenne, ha már elzárna, mert mindig ezt mondták, hogy zárd el a tévé, zárd el a rádiót, mint a csapot, jó, úristen, ezt a kifejezést, ezt annyira utáltam világéletemben. Így van, mert a mi Ádámunk kedvence Juli egy nyugatestét akar végre, mert hogy ő egész nap dolgozik, és megy a kencepice, és hogy egyébként is mindenki rohadjon meg. Egész nap krémeket kereget a nőci. Igen. Krémeket kereget a csávó, meg ember életeket ment. De akkor is értsd meg, hogy ő egy estét akar, és Julcsi most egyébként is a telefonon beszél a francos Kozmajocóval, közben meg szól a rádió is és egyszerűen ő nem tud mit kezdeni a Julcsival, egyszer se szólt neki, hogy hagyja abba a telefonálást. Az látom? majd szó, az nem az elek felé. De. de. Majd ő lesz, igen, de most még nem látjuk őt. És ugye Ádám ott abuzálja Júli, hogy szóljon rá már Júlcsira, hogy tegye a telefont, mert ő képtelen neki szólni. Egyébként ezt egy csomószor nem értem az ő anya lánya kapcsolatukba, tehát hogy oda megy Ádámhoz, és akkor figyelj, mondd meg a gyereknek ezt, meg azt. Öcsém, arrébb lépsz három méter, kinyitod az ajtót, megmondod neki. Meg. Na de mi történik erre? Ádám ugye másodjára, amikor szól neki, akkor jó van, föl kell, és megint tök szépen, tök normálisan egy pillanatot megoldja a problémát. És Júl leteszi a telefont, és oda megy. Tehát, hogy Ádámunk kedvence, Júlia kedves, megint drámategozat van, közben meg Ádám úgy oldja meg ezt a problémát, mint, mint ahogy sima liba. Hát, úgy, ahogy egy ember megoldja. Szegény, szegény Júli csak meg, meg, akarja óvni szegény Julcsit attól, hogy később a burgerkékbe be kelljen vennie dolgozni. És aki tudjuk, hogy aki nem tanul, az a végén, az mosogat. Gyermekeim, most egy... tehát, Most, most elérkeztünk ennek a résznek a, a, a az abszolút az úgy csúcspontjához, amit hát, tehát úgy kéne végigvezetni, hogy érthető legyen a hallgató számára is, mert itt cselekmény, cselekmény után jön a cselekmény, és egy elképesztően komolyan felfűzött dráma Na, bár, van. Egy, egy dolgot viszont tisztázzunk le mindenképpen, szerintem, hogy vi, térjük vissza arra, amit aki esetleg nem hallotta volna az előző részeket, hogy az egész házban Magenheiméknek van egyedül telefonja. Jó, tehát ez egy alapszituáció lesz, egy zöld telefonja. Egyébként Ádám kedvéért kikutattam, mert itt elhangzott, hogy mennyire szar volt a telefonellátottság. Kérlek szépen, Európában az egy fővonalra jutó lakosok száma, úgy zuzámen Európában, 4,4. Tehát ez azt jelenti, hogy négy emberenként volt Európában egy fővonal, de ebben benne vannak a céges, munkahelyi, minden kutya fülék, tehát az mondjuk, hogy kontinentál, az egész kontinensen szerintem azt lehet mondani, hogy szerintem valószínűleg a lakásokat nézve, a nyolc ember, tehát mondjuk minden második lakásra jutott és ebben benne van Németország, Francia és minden. Meg szerintem, hogy a minél nyugatabbra mentél, annál jobb volt az ellátottság, és minél keletebbre jöttél talán annál rosszabb, így szerintem azért lefele húztuk ezt az elvány számot. Figyelj, itt azért még kettő érdekes dolgot kiemelnék, mert hogy ugyanekkor e, Észak-Amerikában, tehát az ugye USA-Kanada részen, ez kettő főre jutott egy fővonal, tehát kétszer egy fővonal volt, ezzel szemben Ázsiában 74,6 főre jutott egy fővonal. Tehát ahhoz képest viszont fantasztikusan jól látunk. És még a, Julinak a és nézd meg, a Julinak a szája jár. És oda, még oda, megint. Oda vitték a fehér telefonokat. Oda vitték, tévesen elrontották az úti célt, és véletlenül Ázsiában lont az összes fehér most ebben a nyúlirekbe nem megyek tovább, mert egyébként még rengeteg érdekes adat van benne. Na mondjál, mondjál még egy-kettőt, amit érdekesnek találsz. Ugyanebből még egyébként azt lehet látni, hogy Európában nagyon gyors volt egyébként a felfutása a dolognak mert hogy igazából 69-ben ennek alig az egy harmada volt, tehát, hogy ez alatt háromszorozódott meg, lényegében a vonalak száma, még az még meg kétszereződni sem tudott. Tehát, hogy ott sokkal korábban lezajlott, de utána már egy ilyen nagyon lassú fejlődési ütem volt. És Ázsia, szintén ezzel az óriási, mondom, 70, majdnem 75 főre, most mondjuk ezt, 75 főre jutó átlagon, meg szinte alig tudott változtatni, tehát 69-87-ben is tök ugyanaz volt körülbelül az állása. A világot viszont Afrika vezette, de ezzel mondjuk nem csodálkozunk, a majdnem száz re jutott egy, de tényleg ebben a nem menjünk már le. Akkor jöjjön a dráma. Jöjjön a dráma, jó? Tehát helyre tettük az alapokat, egy telefon az egész lakótömbben. tű Amire, eddig, eddig Juli nagyon büszke volt, de eljött a pillanat, amikor már nem annyira. Mert hogy... A valóság hátba rúgja. M Gyönyörű, igen. Ádám, én egész nap arcokat kedegetek, és még este sincsen nyugtom. És akkor nem elég, hogy ippek, hogy végre sikerült a kozmajucót lerázni, és végre el lett zárva az a rádió. Erre megcserren a telefon. Akkor az nem megnyílik, a telefon? <laughs> Hogyha a tévét kinyitom, és becsukom, akkor a telefon az megnyílik. A telefon megnyílik, és ez á ők pedig a kezük által a kagylóval is egy új, teret nyitnak, hogy fel tudják venni. Tehát akkor kétszeres nyitással fel a telefont intézik, ahol takiékat keresik. Na itt már Júlia barátnőd arcokat vág, hogy ez bizony neki nem tetszik, mert mi az, hogy este itt a szomszédokat keresik, de milyen nagy hisztit kiver. Nagyon-nagyon hisztit. De azt hiszem, az a jelenet végén lesz, de nagyon nagy hisztit csinál. Közben pedig Sumegi Oszkárt hallhatjuk, hogy éppen egy áriá, áriától, most azt nem tudom, hogy a rádióból jött még vagy a falon, de az biztos, hogy ő volt. Csak de hogy olyan növelj... hogy a hetedikről, a hetedikről lehallatszik az elsőre. És hogy növeljük a stresszfaktort, hogy itt, itt most jöli, biztos, hogy Akik panelben laktok, vagy nőttetek fel. Én azt én is laktam panelben, és azt tudom, hogy tényleg az úgy van, hogyha fur valaki valahol azt az egész ház hallja. Ez a vasbeton szerkezet Nekem még így is, hogy ez egy opera énekes faszi. értem én, hogy a lépcsőház felül hallatszódhat be, de hogy, szóval nekem ez egy kicsit olyan... Azért, mert neked nem a Sümegi Oszkár volt a szomszédod. Ez is igaz. Igen, szóval meg szépen. most a fekete vonatnál a Fatima hangja tölti be a teret, itt a Lantos utcába pedig a Sümegi Oszkár hangja aki eh, lejön a telefonhoz, és... Még nem jön le a telefonhoz. Mert először még takiék érkeznek, mert megtudjuk, hogy a melóból hívták, és itt tudjuk meg, hogy a vizes pajti végül is hiába nem lett beköpve, valahogy csak kiderült, hogy ő volt, ezért kap egy büntit a lőréért. Hogy ez hogy derült ki, arra igazából Úgy, hogy mondta sinc, valaki, nem? mondta, hogy a taki a taki nem iszik. Hát tudjátok, a taki nem hiszik. Gondol, kimosdatták, akkor megint csak jön az, hogy mennyire szeret. Igen, hiszen, hiszen ő volt az, akit eleve úgy tartottak, hogy feleslegesen, hát egy sofőr, hát nincsen a többinek jogosítványa. Na de érezétek a drámát, mert a Mágen lakásban már ott vannak ők hárman, akik ott laknak, ugye, Júci, ugye lehet, hogy Júli kitesz még kettőt is. Ott van Lenkenén és Takibácsi, egy panel lakásról beszélünk, majd csönget Feri, jutkát keresi, mert nem ért haza, mi baja lehet. Ádám őt is behívja, hiszen nem vagyunk még elegen, viszont a rezsi csökkentés miatt, ha tett, több test van benne, akkor jobban fűtik a lakást. Úgyhogy nyugodtan hív fel telefonról az iskolát, ha tudod a számát. Hát persze, hogy tudja. De az ilyen munkai számokat annak idején meg kellett egy. Viszont itt ő, Ferencünk nem tudta, hogy, hogy a mágeneknél van telefon. Tehát neki ez egy új információ volt, ő ebből kimaradt. Na de, szegény Ferenc nem tudta még felhívni az asszonyt, mert hogy megint cseng az a telefon, vagy nyílik az a telefon, kinyílik a telefon, és ezúttal a sümegi oszkár barátunkat keresik, akiről valahogy furcsa módon senki nem tudja, hogy és kicsoda. Itt hangzik el Ábel Anitától egy óriási. De olyan szépen szép. Igen, mondta az ott az, az egyet, fantasztikus. Úgyhogy ott... megkérdezik, ki az a sümegi oszkár? A dalnak. Igen. Tehát az egész házban senki nem tudja, csak ő, és egyébként itt tényleg ezt, a, ezt, a, ezt az annyira szépen mondja, hogy... De nem visz... úgy van az, hogy Sümegyi Oszkár egy nagy híres neves operaénekes? De ezek parasztok is nem, ford, nem néznek. Na most a a az, hogy manapság nem tudjuk ezeket az embereket, az értem, mert egyszer 100 millió celebritás munka nélküli idióta vesz minket körül, aki a bulvár sajtó futtat. Na de azért egy nagy operaénekesről... Kinek van ideje munka mellett ezt hallgatni? Taki taxizik a senkinek. Ezt kell értened. A júli egész nap kréme, krémeket kereget emberek arcába, nincs ideje operát hallgatni. Hazamegy, és még egy nyugodt pillanata sincsen neki. Szerinted van ideje erre? Nem ismerheti, kész. Nem volt, nem volt az a két sor. Hát a, a, a szőlősi doktorul is ezt kritizálta, hogy nincs elég érték a tévében, csak a rossz sorozatok. De ő már várjad, a szőlősi doktor már Bumernek számít, ha abban a korban élünk. Szörösi, szörösi doktor annyira rossz volt az első részben a karaktere, hogy már hát négy rész eltelt, és még nem bukant fel. És nem is fog egy jó darabig. De fokozzuk a drámát, tehát számoljunk, népszámlálást tartunk. Tehát Mágenék lakásában ott a Mágen család, ez három ember. Ott vannak takék az plusz kettő, az már öt. Ott van Vágási Feri, az hat. És mindjárt megérkezik Sömegi Oszkár. De előtte még Takiék finoman próbálnak engedélyt kérni, hogy a lipcsében élő lányokat, Nórát. Ám de, még ez a beszélgetés megy, Jutka hazaér, és ő is bejön hozzájuk, Mágá, mert ugye meg Ferit jól. keresi. Uli. Jó, várjál, itt, 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 Jutka részre, ott kacsítsunk ki, mert ez egy érdekes jelenet, de miért akarják fölhívni Lipcsében ugye az alma anyját, ha jól Mert értelmezem. írt valami, írt valami levelet, ami miatt Lenke folyamatosan aggódik valamit írt, nem, nem tudjuk meg, nem tudjuk meg, a lényeg az, hogy jött egy levél, és az tényleg érkezett. Igen, és levél. ha jól emlékszem, akkor nem, mi nem is látjuk képben, hogy felhívják, de utólag meg tudjuk, hogy felhívták Lipcsét. Mert Júli panaszkodik a, a perszdiak miatt. Igen, hát feltételezzük. Tehát, szóval hát megjön Jutka, és Ábel Anitától tudja, hogy, hogy Feri is náluk van, ezért ő is bemegy a lakásba, és megérkezik sümegi is, tehát akkor most már tényleg tartsunk egy számolást, tehát ott van a fél ház, szó szerint. Ez az első emelet, meg a hetedikről a sümegé. Figyelj, az a kérdésem, hogy igazából ott ugye látunk egy veszekedéses jelenetet a Feri és a Jutka között, viszont... De előtte, bocsáss meg, még hagyj érkezzen meg a bőm is, jó? Mert a bőm mert a feriék lelépnek, majd mennek veszekedni, amit te mondasz, ők ugye szép csöndesen, angolosan távoznak, mert ők megtalálták egymást, ők nem telefonálnak, viszont azért bőm jön, hogy ne legyenek annyira kevesen, és egy telefonkérés érkezik a hetediken, itt mindig a hetedikeről vannak a problémás emberek, a hetediken lévő lakó által egy kérés szeretne prezentálni, hogy hagy hívja fel a férjét, vagy valakit, akit most operáltak a Csak kórházban. megkérdezni. De azért már ebből tudjuk, hogy a felék kívül mindenki vágja, hogy van telefon Igen. a házban. És, és hogy ezzel most mindenki pofátlanul vissza is él, Julina nagy Igen, és ugye ez nagyon jól megtesítesíti a sümegeféle jelenet, amikor ő közli, hogy hát uh, ilyen nagyképűen, hát ennyi pénzért, hát ebből még a taxi sem jön ki. Kérem apró pénzért maximum egy kis rövidet fog el rövid. Egy árját. Rövid hát ez... <laughs> ah, és ott játsza a hülyét, és nagyon fura bevágásokban látjuk a környezete reakcióját rá. A Juli reakciója az ilyen tipik, de itt is látjuk, hogy Ádám azért egy kicsit ilyen normálisabban reagál rá. Hát ő ez ezt ez már az valamelyik dolga. Balhér, két balhér Most van, jön a három, balhé. perc az adásból, hát a komolyan mondom, hogy erről kellett volna az egészben beszélnünk. A Most jön az rá, egyik balhé. Feriek veszekednek, mert Jutka késő jött haza. Átoszta a és a... ő nagyon aggódik, hogy hol volt. Hát uh, Feri elég erős volt, mert úgy becsukta, de az becsukta, mint a rádiót. Úgyhogy uh, úgy becsukta azt a, az a, uh, ajtót, és, és egy teljesen értelmetlen veszekedés abszolút, történt abszolút. ott. Nem is értettem, hogy mi, mi volt az alapja. Na, szerintem tök jól vezeti fel, ugye majd itt a végkifejletet. Mert ugye az előző részben beszéltünk arról a kislányról, aki mondjuk elég érdekes családi körülmények között él, úgyis... Terike. Kiderül, hogy ugye Terikével foglalkozik a jutka, azért jött későn, mert ahogy elmondtuk, igazi pedagógus ugye még utána is próbálja ápolgatni a Terikét, amennyire tudja. Ugye ő ezért jön haza későn, hogy az asszony egy gyerekkel foglalkozik, ezért esik neki a feri, és nem otthon van, és vele. Pam, 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 pam. Jutka gyerekkel foglalkozik, és ez baj a jó magyar férfi ember, aki majd 250 résszel később kikéri magának, hogy a neje elment dolgozni a táborba, ő neki meg magát kell ellátnia otthon. Dolgozik a Feri, és mellette még magát kell ellátnia. Igen, és utána, ha egy balhé nem elég, mert ugye egy balhé nem elég, ezért rögtön visszamegyünk Magenheiméghez, ahol Júlcsi fürdik, ezt bevágják, hogy mi tudjuk, hogy ő szokott fürdeni, ez egy fontos ez dolog. Egy egy... Igen, ez egy szofterotikus... erotikus... Igen, egy szof erotikus tartalmat láthattunk a tévé bezárása után, elzárása után. Júli viszont toporzékol, Ádám nagy örömére, mindkét Ádám nagy örömére. De hihetetlen hozzá. módon. Tehát, hogy ez a nő, ezt a hisztizés, ez, a színe, ez, ez Oscar Díjas Várjál, csak hogy, mert, hogy érezzük a kifejezést, tehát ő dolgozik egész nap, és Ádám posta hivatalt csinál a lakásból. Tehát ő Ádámot hiváztatja azért, mert a szomszédok bejönnek telefonálni, hát hogy azért, az egész... De tudod miért? Azért... Na mert hogy ő túlrendes, és nem küldi nem, igen, nem meg ő, őket a meg, Igen, meg ugye azért van telefon, mert mentő, ahelyett, hogy egy gazdag ember lenne, hogy ne kelljen Julinak dolgoznia. De a világ a, a, a magára. Akar beszélni ráadásul. Keneges. Hát akkor hívja ő Lipcsét. Tényleg, jól érkeztem. Mi, kényi, de mi ő nem tartja németű. vissza? Nem tud németül. Hát, hát, hát de ő csak kenegetni a, tud. Akkor hívják fel Franciaországot, és majd az Ádám fordít. De ő nem akarja, hogy az Ádám tudja, hogy miről beszélsz. Ő akarja a világ, Ő akar így beszélni van. a világot. Érted? Neki nem tolmács kell, egy nagyvilág. Bár egy nagyvilág, hát nem tudom, nehéz, ez egy nagyon komoly filozófia Nem madarok, magyarok mindenhol vannak. Ja, igaz. Mindenhol lehet beszélni magyarokkal, még talán a holdon És hogyha nem, akkor maximum hangosabban mondod. És itt hangosan is mondja egyébként Júlia a saját érveléseit, hogy itt mindenki hülye, csak ő nem. És el is vonul, és öt is becsapódik egy ajtó. Itt becsapódik, be csukódik erősen. És aztán megijön egy jelenet, egy szép jelenet, amikor Ádám és Júlcsi, ugye a kislány, aki már megfürdött, és már most már vállalható kamera, kamera állapotban van. Ezért megint egy tök szép pillanatot élnek meg, hogy hát gyakorlatilag anyu hülye. Ez a lényeg az egésznek, csak ezt nem mondjuk ki. Nagyon, nagyon, finoman. Ez tehát ilyen összekacsintás, ugye, apa meg a lánya között, hogy, és akkor mondja, kérjét tőle, bocsánat. Én kérek, bocsánat. Hülye vagy, kislányom. De hát aztán, hogy az összekacsintás megtörténik, és Ádám elmegy meghunyászkodni. Hát, be, de, és közben Feri pedig tovább vitatkoznak lakáson, a pénzen és a szülőn, ezen a kislányon, tehát, hogy már Feri felhozza, hogy ő ugye árva, nem, állami gondozásban volt, és hogy nekik nem segít senki, és egyébként is mindenki menjen a francba, tehát ott, ott folytatódik ez a teljesen értelmetlen ott beszélgetés. Mond, o, o, ott mond a jutka, egy magához képest nagyon rossz érvet, azt mondja, hogy, hogy ugye erre reflektálva, hogy nekem van anyám is, meg apám is, azt még se látom őket. Azért, ez, ez ez védhető azért valamilyen szinten? Igen de én azért nem hiszem, hogy a, a, az bármilyen úton módon párhuzamba lehetne állítani, hogy valaki állami gondozott volt, vagy Értem, az, hogy éppen hogy... A, a a amúgy a feri munkája meg múltja miatt a szülőség, nem, 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 nem kitagadásról van szó, szóval csak egyszerűen nem nem beszélnek vele. Értem, amit mondasz, és igazad van, de szerintem őt nem egészen így értette, hanem úgy értette, hogy most a jelenlegi helyzetükben, hiába van neki anyja apja, őt se támogatja ugyanúgy senki, ahogy a Ferit sem a két ismeretlen szülő. Tehát ő szerintem erre gondolt inkább, nem arra, hogy. hogy, hogy tehát nem hiszem, hogy egy mérlegre tette volna az, hogy te árván nőttél fölé, meg szülőkkel. Csak hogy most, de teszem, nem hiszem, hogy erről szólt volna a dolog. Viszont minden vitának a legjobb lezárás, hogy lángos, nem? Le, 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 kell zárnunk, a két vitát le kell zárnunk. Én a Julcsi vitát szeretném lezárni, és Attila lezárja a másikat, ha ez így megfelel. Tehát Julcsi, a kreatív királynő, megoldja a kérdést, és fogja, kivezeti egy közös helyiségből oda gyakorlatilag az előtérbe a telefont, egy asztallal és egy kis székecskével, és kiírja, hogy két forint a tarifa a hívásra, a telefonálásra. A hallgat, hallgat hallgatni, hallgatni, arany. arany, beszélni. Igen, forint, ez van kívül, hallgatni arany, beszélni két forint, igen, ezt meg otthon nem húzom az időt, de ezt írta ki. És hát Ádám rendkívül büszke a kislányára, hogy ezt a kérdést megoldotta. Innentől fogva nem nálunk csöng a telefon. Pont. Így van. Vágásséknál meg ugye jutka megint rosszul lesz a lángos sütés közben, hiszen ugye <laughs> mondom, a vitákat egy jó lángosozással jól le lehet zárni hogy Feri megijed, megint akar szaladni a dokiért, és akkor mondja neki jutka, hogy hát nem kell szaladni az orvoshoz, és itt kiderül, hogy miért kacsintottak ugye össze a Magenheim dokival. Ugye a lényeg az, itt derül ki, hogy jutka terhes. Dám, ez Ezzel zártuk a mai részt. <laughs> és ezzel zártuk a mai műsorunkat, és ugye ugye ugyanis Új Szomszédok podcast majd legközelebb, március 22-én találkozunk, Gizur Gergő Melo Attila és valamennyi munkatársam nevében pedig nagyon köszönöm a mai megtisztelő figyelmet, további kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, ez a formátum. Annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.